A klímaváltozás tartja a 21. század egyik legnagyobb kihívásának az LMP-EP lista vezetője, aki szerint a Fidesz homokba dugja a fejét a problémával szemben, és klímatagadóvá vált. Vágó Gábor úgy látja, hogy a kormánypárti politikusok elvesztették józan ítélőképességüket, hiszen korábban az agymosó médiának tulajdonították, hogy az emberek foglalkoznak a klímaváltozás kérdésével, legutóbb pedig a soros hálózat részének minősítették a klímatüntetőket. Vágó Gábort kérdezzük. A klímaügyekről meglepő módon szó esett az előző beszélgetésekben is. Jó estét kívánok az LMP lista vezetőjének. Hányas lista? 9-es lista. Na, csak a rendkedvére, mindenki annyi... elmondta, akkor mondja el ön is. Nem annyira meglepő, hiszen az LMP már 10 éve mondja, hogy itt baj lesz a klímaváltozás kapcsán, ideje volna cselekedni, és valahogy a többi párt, mint hogyha ebbe a kampányba fölébredt volna, mert azt látják, hogy a magyar választópolgárok azt gondolják, hogy ez a második legfontosabb probléma, amit az Európai Parlamentben meg kell oldani. Azt nyilatkozta, hogy a Fidesz klíma tagadóvá vált. Van egy a Fideszhez nagyon erősen kötődő közjogi méltóság a köztársasági elnök. Hát ha valaki a klímakérdéseket nem tagadja, látszólag vagy valójában nem tudom megítélni, az ő. Kétségtelen, hogy ő nagyon szívesen szeret beszélni róla, de cselekedni nem cselekszik. Amikor Áder Jánosnak lehetősége lett volna arra, hogy például az erdőtörvényt, amely alkalmat ad arra azokra a tarvágásokra, amik például a Bükkben is történtek, hogy 180 éves fákat vágtak ki, hogy visszaküldje Áder János az Alkotmánybíróságnak, nem élt ezzel a lehetőséggel. Számos olyan pont volt, amikor köztársasági elnökként valóban megvédhette volna a klímát, de nem cselekedett. Köztársasági elnök törvényjavaslatot nyújthatna be, nem cselekedett Áder János. Ezért mondom azt rá, hogy kamuzöld. De amit megcsinált... Kamuzöld? Kamuzöld. Ez a zöldre festés, ez számos nagyvállalatnál van, hogy annak tetetik magukat, de valójában pontosan ellene cselekszenek. Ilyenek a klímabűnöző nagyvállalatok, akik a lobbistáikon keresztül elérik az Európai Parlamentben, vagy a tagállami kormányoknál, így a magyar kormánynál is, hogy továbbra is szennyezhessenek. Ők a külön alkut kötő, különböző adókedvezményekben részesülő nagy multicégek? Pontosan jól látja a helyzetet. De van még két olyan szereplő a Fideszben, aki megszólalt a klímaváltozás kérdésében az elmúlt hetekben. Ugye egyrészt Kövér úr, aki azt mondta, hogy ez csak a nyugati agymosásnak a terméke, hogy erről beszélnek, és tegnap pedig Halász úr pedig lesoros bérencezte azokat a fiatalokat, akik a klímaváltozásra akarják fölhívni a figyelmet. Ugye szerte Európában holnapi napon több mint 1300 városba tüntetnek emberek azért, hogy végre cselekedjenek már a politikusok. Mi is erre kérünk felhatalmazást az állampolgároktól, cselekvésre. Elég volt a Dumából, elég volt abból, hogy folyamatosan csak beszélünk róla, hogy jaj, de jó volna már cselekedni valamit. Energiaforradalom kell, tömegközlekedésben kell forradalom, és az agráriumban is kell. Ha már mondja, hogy energia meg energiaforradalom, négyből két blokk leállt Pakson, az egyik azért, mert a múlt héten nagy karbantartás kezdődött, ez bejelentett volt, és a másik az, ami most némileg váratlanul rendkívüli karbantartásként került napvilágra. Mit lehet erről tudni? Ön tud bármi közelebbit? Kínosan ügyelnek arra a Paksi atomerőműnél, hogy használják az üzemzavar kifejezést. Ugye emlékszünk? Hogy ne használják. Hogy ne használják. Emlékszünk 2002-re, amikor a tényfeltáróknak kellett kideríteni, hogy óriási kockázatot vállaltak ott az erőműbe, és az üzemzavar ebből fakadt. Emlékszünk a 2013-as üzemzavarra, amikor szintén azt mondták, hogy ideiglenes, hogy problémák léptek fel, és ezért karbantartás van. De hát itt azért sokkal nagyobb súlyos problémák vannak. Én azt gondolom, hogy ez az egész, ami ma történt Pakson, ez megkérdőjelezi a Paks 2-es beruházásnak a létjogosultságát. Mivel jöttek nekünk a fideszes képviselők a parlamentbe, hogy azért nem kell a megújuló energia, mert nem süt mindig a nap, nem fúj mindig a szél. Hát most láthatjuk, hogy az atomerőmű sem termel mindig, és ráadásul, hogyha a baj van, akkor óriási baj van az atomerőmű kapcsán. Nem véletlen az, hogy a magyar állampolgárok fele elutasítja az atomenergiát. Nem véletlen az, hogy a magyar állampolgárok kétharmada elutasítja a Paks 2-es beruházást. Az LMP volt az egyetlen párt, aki már 10 éve azt mondja, hogy nem kell atomenergia, hanem megújulóra kell tenni. Ha ön kijut Brüsszelbe az LMP európai parlamenti képviselőjeként, ugye ez a tétje az ön számára most a vasárnapnak közvetlen tétje. Mit fog tudni tenni egy szál zöld politikusként Brüsszelben azért, hogy a céljait elérje?
nem egyedül vagyok, én egy csapatjátékos vagyok, azt gondolom, és én ezt megtanultam kosárlabdázóként, hogy egy csapatjátékosnak ott van a helye a pályán, ahol a csapatban a legtöbbet ér. És azt gondolom, hogy egy zöld költségvetés ennek a létrehozatalánál, az a szakmai tapasztalat, ami országgyűlési képviselőként szereztem, illetve tényfeltáró újságíróként, az nagyon hasznos lehet. Zöld költségvetés, bocsássa meg, az milyen? Azon kívül, hogy lehet, hogy zöld papírra jön meg. Nem. Arról szól, hogy az uniós források javarésze, az a klímaváltozással kapcsolatos teendőkre menjen. Ezt tudja képzelni, hogy eljut ide az európai közgondolkodás? 8 tagország miniszterelnöke ezt mondta legutóbb Nagyszebenben. Tehát, hogy erre már van komoly európai akarat, az a cél és az a kérdés, hogy az állampolgárok fölfogják-e, hogy itt most óriási a tét a klímaváltozás kapcsán. A természettudományos konszenzus az, hogy van 10 évünk hátra, hogy ne induljanak el visszafordíthatatlan folyamatok. Ebben, hogyha az első 5-ben Európa képes példát mutatni, és azt megmutatni azt az egész világnak, hogy működik a megújuló energiaforradalom, működik az, hogy repülőgépek helyett gyors vasúttal járunk, működik az, hogy leszigeteljük az egész meglévő lakásállományt, napelemet rakunk a tetejére, nem fogyasztunk annyi energiát, működik az, hogy átállunk biogazdaságra, és tudunk egészséges élelmiszert adni az embereknek, az példát mutathat a többi globális játékosnak. A mi programunkat, amit az LMP és az európai zöldek is szeretnének, ezt a Green New Deal-t, ezt propagálja az összes demokrata elnök jelölt. Tehát, hogy Amerikában is érik a változás. A zöld az ma a korszellem. Egész Európában nézzük meg a mai holland választásokról majd az exit pollokat. Törnek föl a zöldek mindenhol. Hát a briteknél nem, de hát az egy, dehogy nem. Az egy másik történet. 15%. Mert hogy róluk nem tudjuk, hogy mi lesz egyáltalán. Igen, beülnek, vagy csak 300, nem adnak semmit. 3%-ról 15%-re mérték most. Egy utolsó mondat erejéig megpróbálják kideríteni, zöld politikusok, hogy mi történik Pakson? Innen oda megyek, Schmuck Erzsébet, a Fenntartható Fejlődés Bizottságának az elnöke és az LMP-nek a prominensen már ott van Tolna megyében, neki van jogosultsága azonnali kivizsgálást kérni, és szerintem most az állampolgároknak joga van látni, hogy mi megy Pakson, és reméljük, joga van megkérdőjelezni. Reméljük, hogy baj nincs, kíváncsian várjuk, hogy mire jutnak. Én is nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy nincs nagy baj, de hogyha Paks 2 is ilyen lesz, akkor azzal óriási baj lesz. Ha az LMP-re adják a szavazatukat, akkor a Paks 2-t ígérem, én meg fogom akadályozni. Na, arról fogunk beszélni Magyar Bálinttal, milyennek a kampánynak a tétje. Mindenki elmondta politikusként, hogy mit gondol erről. Vágó Gábornak is köszönöm. Én köszönöm.